Kézműves tábor tartanak Hagyároson. Az ide érkezők elsősorban kreativitásukat és kézügyességüket fejleszthetik. Kortól függetlenül bárki részt vehet a foglalkozásokon, melyek rendszerint családias hangulatban, megkötések nélkül telnek. A gyerekek egyik kedvenc elfoglaltsága a gyöngyfűzés, ezért általában körbeülik az ehhez szükséges kellékeket. Az idősebbek és a felnőttek üvegfestéssel és batikolással töltötték a csütörtök délelőttöt. A szervezők minden szükséges hozzávalót biztosítanak az alkotáshoz. Kézműveskedtünk, gyöngyállatkert csináltunk, meg csináltunk ilyen kosarakat. Harmadjára vagyok itt, azért szeretek itt lenni, mert jó a társaság, és új dolgokat lehet kipróbálni kézműveskedésben. Kézműveskedni szoktunk. Azért szeretek itt lenni, mert szeretek kézműveskedni. Gyöngyöt fűzünk, festünk, rajzolunk, és kosarat készítünk. Nekem a gyöngyfűzés a kedvencem. Naponta 30-an érkeznek Hagyárosra kézműveskedni. A programon nem csak a helyiek vesznek részt, a környező településekről is sokan választják ezt az elfoglaltságot. Van itt papírmerítés, agyagoztunk is, korongoztunk is, mángolóval is készítettünk dolgokat. Van mindenféle karkötőkészítésre lehetőség, festésből nagyon sokféle üvegfestés, mandalát festettünk, úgyhogy tényleg nagyon színes program van most itt. Ma főként a papírmerítést hoztuk el inkább délutánra, most délelőtt ezt a pontozott mandalát csinálják, meg hát ez a gyöngyfűzéshez megy folyamatosan. Meg mindenki, amit akar, igazából szólnak, hogy mit szeretnének csinálni, és akkor segítünk benne nekik. Alkotásaikat hazavihetik a gyerekek, vagy kiállítás készül belőlük, amit aztán a szülők és az érdeklődők is megtekinthetnek.